Eredetileg már július 1-e után az új törvényi szabályozás értelmében a szelektív hulladékgyűjtés miatt új gyűjtőedényeket kellett volna biztosítani a lakosság számára. Többek között 80 literes edényzetet és zsákokat. Egy rendelet módosítással azonban ennek határidejét jövő január 1-ére tolták ki. Ennek egyébként oka, hogy olyan mennyiségű edényt jelenleg nem is tudunk beszerezni azzal az új tartalommal, amit a jogszabály előír. Tehát ezekre nem volt rá úgymond felkészülve nem mi, hanem az egész ország hulladék gazdálkodó szervezetei. Ezért kaptunk erre egy bizonyos idő átfedést. Mivel az önkormányzat meghozta a rendeletét, tehát ennek a szabályzása már igazából megvolt, hiszen az utolsó másodpercben változtatta meg a központi kormány rendeletet, de a helyrendelet már akkor elfogadásra került, de ugyanakkor volt egy pontja, ami szerint akkor lép hatályban, amikor a kormányrendelet ezt a határidőben engedi, tehát ez a pontja bár szabályozva van, de egyelőre még a helyi rendeletnek ezen passzusan nem élnek. Finisében van az ivóvíz minőségjavító program. A beruházás keretében Gyulán megtörtént a 3 hónapos próbaüzem, így napokon belül már az uniós elvárásoknak megfelelő ivóvíz kerül a hálózatba. Gyakorlatilag a napokban történik most már a teljes új rendszernek a szó szerinti hálózatba rákötése, a hálózatba történő ráengedése. Eleken itt még egy picit várni kell, hiszen ott még a próbaüzem utolsó napjai vannak, ezt követően ott is már a üzemszerű működés van, ami azt jelenti, hogy ott már nem a próbaüzem, tehát annyit tudni kell, hogy a próbaüzemben a próbaüzemi vizet úgymond nem engedtük a hálózatra, ez igazából mindaddig, amíg a rendszerben nem állt, elfolyt, tehát árokban az élő csatornába vittük, de most már ez a hálózatra köthető lesz, és most már gyakorlatilag teljes üzemmel működhetünk. Daruczi László hangsúlyozta, a beruházásnak köszönhetően a város valamennyi háztartásában 10 mikrogram per liter alatt lesz a víz arzén tartalma.